Köszöntelek, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast legújabb adása. Az Olafinkás Eszterrel és Bélával a Kert TV készített először interjút néhány hónappal ezelőtt, és nem várt nézettséget kapott az adás. Eszteréket szinte megrohanták az érdeklődők, ezért végül ők le is törölték YouTube csatornájukat a világhálóról, mert ijesztő volt számukra ez a hirtelen jött népszerűség, miközben ők épp a nyugalmat megélni költöztek Spanyolországba. Boldog voltam tehát, amikor igent mondtak a podcast felkérésnek, és mivel 2,5 órán keresztül beszélgettünk, és közben rengeteg érdekes és fontos dolgot mondtak, egy sorozatban fogom közreadni az interjút. Az első adásban arról mesélnek, hogy miért döntöttek a költözés mellett, miért pont Spanyolországba, és hogyan történt a házkeresés, hogyan találták meg álmaik otthonát. Tarts velem az adásban! Tóth Eszter vagyok, és 56 éves. És Spanyolországban élünk másfél éve a férjemmel. Én személy szerint sejem festéssel foglalkozom, sejem képeket készítek, illetve a másik, amit nagyon-nagyon szeretek, az ritkában jutok hozzá, az pedig a lámpabúrák készítése, lámpaernyő készítése sejemből. Novák Bélának hívnak, most leszek 64 éves, és bármilyen hihetetlen, én is másfél éve Spanyolországban élek. Én hangmérnök voltam 40 évig Magyarországon, aztán hát belefáradtam, inkább ezt mondom, és aztán ez is közrejátszott a döntésünkbe, a spanyol kiköltözésbe, hogy elég ebből, meg minden más. Kettőnknek van összesen 5 gyermeke, az Eszternek 3 fia, nekem 2 lányom, és van 5 unokánk. Az én oldalamon 2 fiú, 1 lány, az Eszter oldalán 2 fiú. Tehát ilyen picike családot hagytunk otthon, mi önző disznó emberek. Na hát ezt majd kifejtjük, hogy ki hogy élte ezt meg, hogy ti elhagytátok családi fészket, ugye már nyilván nagy gyerekekről beszélünk. Említettél egy okot abból, gondolom többből, hogy miért költöztetek ki. Mi volt az, ami miatt végül erre a döntésre jutottatok? Mióta fontolgattátok ezt egyáltalán, hogy lehet, hogy elmennétek külföldre? Hát mi régóta beszélgettünk arról, hogy majd egyszer, hogyha öregek leszünk, idősek, akkor szeretnénk tenger mellett mediterrán éghajlaton élni, ott kipróbálni magunkat, nem csak nyaralni menni, hanem rendesen így belecsöppenni a helyi életbe. És amikor jött a Covid, az minket megütött olyan szempontból, hogy nyilván, mint sokakat, elgondolkoztatott minket az idővel kapcsolatban, hogy mikor van idő, mire van-e idő egyáltalán, és akkor beszélgettünk arról, hogy régebbi tervünk volt az is, hogy mondjuk egy kis faluba elmenni, és ott ilyen önellátó rendszerről leszakadott életmódot kipróbálni, és akkor ez így minden egybe jött a Covid idején, és akkor azt mondtuk, hogy nem várakozunk, hanem lépünk. És akkor így elkezdtünk gondolkozni azon, hogy ezt mi módon tudjuk megtenni. Egyáltalán nekünk mik a fontos szempontok az életünkkel kapcsolatban, és akkor így keresgéltünk tulajdonképpen helyet is hozzá. Meg bátorságot gyűjtöttünk hosszú ideig. Na és mik voltak azok a szempontok, amik alapján a helyet kerestétek? Hát fontos szempont volt az, hogy közel legyen a tengerhez, de ne tengerparti legyen, mert nem szerettünk volna a turistás részében részt venni, hanem mi azért szeretünk egy picikét így elvonultabban működni, legyen hova visszahúzódni, olyan helyet kerestünk. Nagyon szeretjük a hegyeket is, és akkor így ezt a kettőt tudtuk itt tulajdonképpen marinaltán ötvözni, hogy közel is vagyunk a tengerhez, amikor kedvünk van, akkor legurulunk, 30 kilométerre van, ha pedig visszahúzódnánk a Nyüzsiből, akkor pedig itt a fennsíkon, 780 méter magasságban élvezhetjük a hegyek mindenféléjét. Ez
azért sok olyan ország van, ahol ezek a feltételek adottak. Hát Görögország, Horvátország, Olaszország, hadd ne soroljam. Miért pont Spanyolország lett belőle? Jó kérdés, nem? A spanyol mentalitás közel áll hozzánk. Voltunk már Spanyolországban előtte, ezen a részen nem. Szokásos Barcelona és környéke, Barcelonát nem kell bemutatni, bárki járt ott, szerintem mindenki imádja, és az a fajta életmód és az a fajta mentalitás, amit a spanyolok képviselnek, az közel áll hozzánk. Nem bántva meg senkit, meg semmit, de itt az olaszok nekünk kicsit harsányak. Görögöket nem nagyon. Én voltam Görögországban, de nagyon szép, gyönyörű szép hely, de úgy gondoltuk, hát, hogy Spanyolország az a hely, ami nekünk való, nem csak azok miatt, amiket az Eszter említett, hogy tenger és hegyek, mert ebbe igazad van, mindenhol van, hanem valahogy az a fajta kultúrához való hozzáállás és a művészetekhez való hozzáállás, ami Spanyolországban szerintem nagyon-nagyon erős, hisz most megint hozhatnám Barcelonát, de ugyanez elmondható Valenciáról, Alicantéról, Madridról, bárhonnan, tehát a művészeket nagyon befogadó és elfogadó nép. És ez a térség, amit választottunk, bár ez utólag derült ki, igen, ez meg aztán végképp az. Tehát Altea, egy tengerparti város, ami itt van tőlünk 30 kilométerre, kiderült, hogy az egy művészváros. Az tele van festőművésszel, szobrásszal, keramikusokkal, tehát az tényleg többek között erről is híres. És hát baromi szerencse, mert igen, az Eszter, ugye biztos majd szóba kerül, hogy miből élünk, meg papparapapa. Igenis, valahogy abból élünk, hogy az Eszter Sejem képeit el tudjuk adni. És ez számunkra nagyon fontos. Persze mindenkinek fontos az, hogy amit csinál, készít, esetleg azt el tudja adni, de a szellemisége az egésznek. Tehát nem nagyon nehéz ezt pár mondatban megfogalmazni. Történetet mondok, a tegnapot. Tegnapi tücsörgünk, a két fantasztikus kutyánk ugat, mint a fába szorult férek, kimegyek, és kint állt egy angol házaspár, akik direkt nagy nehezen, mert nem könnyű minket megtalálni, megkerestek minket, kiderült, hogy a hölgy az belső építész, a férje az ornitológus, nem fiatalok, tehát ilyen 70 körüli, még nálam is idősebbek, az kevés van, de még nálam is idősebbek. Azért jöttek ide minket nagy nehezen megkeresni, mert megtalálták az Eszternek az oldalát, a weboldalát, a sejmes weboldalát. A hölgynek nagyon-nagyon tetszenek a képei, és megkerestek és becsöngettek, hogy ők szeretnének velünk megismerkedni, mert annyira tetszenek az Eszter képei, hogy ők meg akarnak velünk ismerkedni. Szóval valami ilyesmi a viszonyulás. Nagy a nyitottság, nagy az elfogadás, nagy a nyugalom és a tisztaság. Tehát, hogy nekünk ilyen szempontok biztos, hogy hozzájárultak, mert hogy nekünk ezek fontosak, hogy nagyon rendezett és tiszta például a környezet, amiben mozgunk, a teljes tengerparti rész, meg hát itt följebb a hegyek között is része vagyunk egy ökocsoportnak például, itt a kis településünk van, és személygyűjtéstől elkezdve a faültetésig, ezek mind-mind alapok. Ugyanúgy, ahogy a szelektív személygyűjtés, tehát ezek mind a mi értékrendünkhöz illeszkedő dolgok, és így mi tudunk könnyedén illeszkedni mindahhoz, ami itt van. Mert ugye sokakban kérdés, hogy hogyan lehet beilleszkedni. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy megtaláljuk azt, ami úgy stimmel a mi alapunkhoz, azt a kultúrát, azt a népet, azt a környezetet, és akkor sokkal könnyebb, mert hogy tulajdonképpen csak önmagunkat kell adni, és azt meg maradéktalanul fogadják be füligérő szájjal. Ahogy mi élünk, és az talán egy külön kérdéskör, hogy így rendszerről leszakadva egy hagyományőrző házban
ezt már eleve nagyon szeretik a helyiek, a környékbeli, a szomszédaink, mindenben támogatnak, mindenben segítenek, hiszen valamit mi az ő múltjukból fenntartunk és segítjük a fennmaradását. És ezért kapunk extra törődést és figyelmet, ahogy mi látjuk. Tehát, hogy ez nekik fontos, mert hogy a hagyományőrzés nagyon fontos itt az egész térségben. Onnantól, hogy eldöntöttétek, hogy akkor mi lesz a cél, irány, milyen lépései voltak a megvalósításnak, hogyan kezdtetek el például a házat keresni? Hát az első körben mi Barcelona környékét terveztük, tehát hogy Tarragona tartomány, mert hogy pont amiatt, hogy Barcelonát ismertük, és valamiért szerintem könnyedebb úgy mozdulni, hogy valami már ismert felé, mint valami teljesen ismeretlen felé. És nézegettük, és a házakat úgy néztük, hogy tudtuk azt, hogy körülbelül nekünk mennyi pénz áll rendelkezésünkre, és hogy mik a fontos szempontok. Ez volt az, hogy régi kőház legyen, hogy ne legyen közmű, tehát hogy rendszerről leszakadt legyen, de legyen közel például település, legyen közel és könnyen megközelíthető a betonút, ugye, mert itt ezekre a kis tanyákra azért ilyen murvás utak visznek. És igen, és a növényzet tulajdonképpen, tehát hogy elkezdtük nézni Tarragona tartományt, ott találtunk házakat, ami a ház megdobantotta a szívünket, a környezet nem. Vagy túl közel volt az autópálya, vagy nagyon zsúfolt volt, vagy éppen nem tudom, villanyvezetékek mentek arra felé. Meg a növényzet nem olyan volt, mint ami így bennünk volt, hogy legyenek pálmafák, meg ezek a citromfák. Na, ezek arra felé nincsenek, mert mint kiderült, azon a területen inkább állattenyésztés van. És akkor gondoltuk, hogy... Pálmafát nem találtunk, de sertéstelepeket, igen. Igen, és akkor és gondoltuk, hogy ezért ez egy kicsit büdi lenne. És akkor egyszer csak ez a ház, amiben élünk, ez megjelent úgy mellékhirdetésként a hirdető oldal szélén. A ház az teli találat volt kívül belül, és mint kiderült, hát egy 600 kilométerrel lejjebb van, mint amit mi nézegettünk területet. És akkor elkezdtük ezt itt felfedezni, és nagyon tetszett. A ház az felújított volt, tehát úgy, hogy egy angol házaspár tette rendbe, tehát hozta helyre a házat annak belül. Idején, belül. Tehát a régi gerendázat megmaradt, és minden, ami újítva lett, az is a régi szerint lett újítva, tehát a jellegében megmaradt a jó kis, hát ez a múlt század, 1800-as évek végén épült a ház. Több mint 130-140 éves. Igen. Mint kiderült később, ezek is később derültek ki. És akkor hát megvan a kőház, és akkor lejjebb van ennyivel fejtörés. Az gond volt, hogy ennyivel lejjebb van? Hát olyan ijesztő volt, hogy ilyen messzire elmenni. Nem, tehát a fura, mert jöttek felénk ilyen mondatok, hogy Barcelonától lejjebb ne menjünk, mert ott aztán pusztulat meleg van, ott nem lehet megmaradni, az valami iszonyú meleg rész, tehát mi azért nem is nagyon néztünk az elején lejjebb, mert volt egy-két ismerős, aki ezt mondta. És amikor bejött ez a finka, akkor elkezdtük nézni ezt a környéket. Hát és akkor már megnézzük az időjárását is. És tudod, amikor először csak fölmész a Google Earth-re és nézegeted, és nem azt látod, hogy pusztaság az egész, hanem lombos fák mindenhol, burjánzik a természet, akkor azt beszéltük, hogy akkor nézzük már meg ennek az időjárását is, mert itt valami akkor nem stimmel. Mert ha nagyon meleg van, akkor nincs ez. És hát kiderült, hogy szó sincs róla. Tehát ez a környék, aztán utólag kiderül, hogy minden, hogy mi miért. Tehát az, hogy megtalálunk egy ilyen házat, nekünk már ez csoda volt. De tényleg. Tehát az, hogy megtaláltuk ezt a házat, nekünk ez egy csoda. És plusz még, amikor kiderül, hogy, és ez nem a reklámhelye, de kiderült, hogy Spanyolországnak ez a környék a legfelkapottabb része. Egész Spanyolországnak. Hát nem is az, hogy a legfelkapottabb, mert felkapott van, csak hogy ki kell által, tehát hogy inkább ilyen kiemelt természeti környezet ez. Tehát a világ 10 legtisztább levegőjű helye
között van ez a térség. A másik pedig az, hogy van egy különleges mikroklímája, és nekünk ez volt, ami így hozzájárult a döntésünkhöz, hogy hups, akkor nincs is annyira meleg. Igazából nyáron 30 fok fölé itt fönt nem nagyon megy. Lent a tengerpartnál azért egy pár fokkal melegebb van, de hogy nincsenek azok a hőguták, amit így lehetett hallani például tavaly nyáron, akár otthon is, ami volt, itt ilyen nincs. Télen pedig magasabb a hőmérséklet, vannak fagyos éjszakák, de napközben meg enyhe idő van. És akkor nekünk azért ez számított, hogy azért így elviselhető legyen a meleg, ne legyen az a fajta forróság, ami már úgy megterheli az embert. Igen, mert szerintem az embereknek a nagy többsége azt gondolja, hogy Spanyolország, hát ott aztán pusztulat meleg van. De hát ez nem igaz. Meg hát nagyon nagy Spanyolország. És hát nagyon nagy Spanyolország. Tehát ha lefele megy az ember, akkor persze. Nagyon érdekes, minél lejjebb mész, annál melegebb van. De bármilyen hihetetlen, annál hidegebb a tenger. Igen. Annál közelebb van az óceán, az óceánról már bejön. Nekünk ez nagyon érdekes volt, amikor mondták, hogy nagyon meleg van, de a tenger hidegebb. És ez meg ilyen csuda. Tehát tényleg nem tudom. Nagyon szeretjük. Azért az egy óriási pillanat lehetett, amikor így megtaláltátok a házat, és egyre jobban belástátok magatokat, és úgy kezdett minden kis mozaik darab a helyére kerülni. Hát gondolom bennetek volt, hogy minél gyorsabban megkaparintani. Milyen módon, hogyan? Kiutaztatok, megnéztétek, vagy megbíztatok valakit? Hát úgy volt, hogy én felvettem az ingatlanossal a kapcsolatot, őt Batisztének hívják. Mondd meg az oldalukat? Ja igen, hát ez nagyon érdekes, mert ugye ezt azóta is mondjuk, hogy mi az ingatlan irodának a neve? Karma. Karma, ingatlan irodában. És Batisztével vettem fel a kapcsolatot, a hirdetővel. Ketten csinálják egyébként, és ő az egyik férfi, ilyen mikorosztályunk pasi. Már ott átjött ez a hihetetlen nyugis mentalitás, mert hogy... Mi ugye árultuk a házunkat, annak a foglalójából szerettük volna ezt lefoglalózni, és amikor már úgy nézett ki, hogy na most foglalózás van, szóltunk, hogy akkor jönnénk megnézni személyesen is, és akkor foglalóznánk, de aztán nem úgy alakult a vevőnek a banki tranzakciója, és akkor csúszott az egész. És hát én szomorúan hívtam Batisztét, hogy le kell mondanunk, mert hogy nem tudunk jönni, mert nem kaptuk mi meg a pénzt, és mondta, hogy nyugodjunk meg, ha ez a ház a miénk, akkor ez úgy is megvár. És egyébként is ő most elmegy egy hétre nyaralni, egy hét után, amire kipiheni, utána egy hétig még biztos, hogy nem fogja hirdetni, az alatt meg fog jönni a foglaló, és így lett. És akkor, amikor mi megkaptuk a foglalót, akkor szóltunk, időpontot egyeztettünk, és akkor mi úgy beszéltük meg, hogy kijövünk 3 hétre. Tehát, hogy mi egy 3 hetet döntöttünk, hogy kibérelünk valamit, és bejárjuk az egész környéket, mert persze ez így csodaszép, hogy mi úgy érezzük, hogy megtaláltuk a házunkat, de ez akkor fog kiderülni, hogyha ott vagyunk, megszagoljuk, megtapogatjuk, más házakat is megnézünk, megtapogatunk, még egyet megnéztünk. Egyet sikerült megnézni meg. Igen, de hogy ez a körbejárás, ez fontos volt. Tehát az, hogy adtunk magunknak 3 hetet, és mivel mi a régi házba terveztünk költözni, ezért olyan szállást kerestünk, ami régi ház. Hogy azt is megnézhessük, hogy mik a hátrányai, mik az előnyei, hogy egyáltalán képünk legyen attól, ami addig ilyen kis álomként bennünk mozgott. És hozzátartozik, hogy hát, hogy mennyire vagyunk zizák, hogy úgy indultunk el kocsival, megnézni a házat, amit lehet, hogy megveszünk, ugye? De azért a kocsit teleraktuk cuccal, amit otthonról, a házból el akartunk hozni. Meggondoltuk. Volt akkor egy 7 személyes ilyen nagy, mit tudom én, Toyotám, tök mindegy. Kipakoltuk az üléseket, plafonig raktuk az egészet cuccal, és úgy jöttünk ki házat nézni.
Igen, szóval itt is hagytuk már az első nagy csomagkört. Néztek nagyot, és amikor lefoglalhoztuk ezt, akkor megkértük tőlük, hogy hát akkor ide a sarokba addig, amíg meg nem veszünk, behozhatjuk el az utcainkat. Hát persze. Igen, és egy elkülönítő volt, várt minket, úgyhogy... Úgyhogy fantasztikus volt. És hát ez a része volt fontos, hogy és ezt így javasoljuk is mindenkinek, hogy talán még ez a 3 hét nem is biztos, hogy elég. A mi esetünkben ez elegendő volt, 2 is, 1 is. De hogy azért ez jó. Igen. Így elindulni, hogy adni időt. Milyen volt megérkezni így arra a környékre, ahol aztán majd valószínűleg élni fogtok? Csoda. Tényleg. Tehát a mai napig, amikor visszagondolunk erre, akkor bepárásodik a szemünk. És ezt tök komolyan mondom. Úgy hazaértünk. Tehát így tényleg mi hiszünk egy csomó olyan dologba, amiben más emberek nem annyira. És szóval ez a odamész valahova, és ilyen tök természetesnek veszed az egészet. Ez a tök természetesnek veszed. Könnyed. Ide jöttél, ez az. Tehát, hogy még, de egy pici kérdőjel, semmi, de egy pici kérdőjel se. Egy pici volt, azt elmesélem. Nálam volt a kérdője. A lefoglalási időpontunk előtti este, vagy hát már délután is, sőt már egész nap. Én azért úgy feszengeni kezdtem, mert hogy azért itt van a döntés, itt írunk alá, itt köteleződünk el. És hát mindenféle előjött bennem, hogy ez biztos, hogy jó, ez milyen lesz, ez hogy lesz, ott vagyunk a fensíkon, nem ismerünk senkit, tehát minden, amit az ember joggal félelemként gondol, amikor elkezd egy ilyesmiről gondolkozni, na hát az ott így egy csomagba így felbugyogott. Ezeket szépen Véla így lenyugtatta, én egyenként mondtam, ő egyenként nyugtatott, majd egyszer csak azt mondta, hogy na jó, egy dolgot még nem csináltunk meg, gyere ő be az autóba, felmegyünk a házhoz. Hát olyan 15 kilométerre voltunk lejjebb a háztól. Korom sötét, megállunk itt a ház mellett, Véla leállítja a motort, ugye fensík, sehol lámpafény, semmi. Leállítja a motort, lámpát, mindent, így rám néz, szállj ki, itt akarsz élni. Na, ez volt egy olyan pillanat, hogy kidugtam ugye egyik lábon, másik lábon kinéztem. Hát nem volt előtte még ilyen élményem, tehát ez egy nagyon fontos pont volt, hogy talán ez volt a legnagyobb félelmem, hogy sötétben, egyedül, nincsenek emberek, nincsenek fények, életemben nem éltem így, és hogy ez milyen. És olyan érdekes volt, hogy kiléptem dobogó szívvel, és akkor így lépkedtem el az autótól, és egyre nagyobb nyugalom lett órá rajtam, tehát egyre jobban éreztem azt, sötét sincs, csupa csillag, minden. Tehát, hogy ott az ember szeme elkezd alkalmazkodni a fények, vagy hát a fény hiányához. És ez volt egy ilyen nagy kérdőjel, amire aztán meg is kaptam a választ, de fontos volt ez még így az aláírás előtti estén, hogy itt kipróbálhattuk. Aztán mind a ketten persze, hogy jó, akkor mászkáljunk egy picit itt a sötétben. Kicsit arrébb vaddisznók zizektek, meg... Azóta is megkeresnek, pont az interneten keresztül, tényleg sokan megkeresnek minket, hogy jaj, segítsünk nekik, szeretnének ilyet, olyat, amolyat. Van, akinek sikerült. Igen. Nem is egy embernek szeretni. Volt olyan pár, aki konkrétan ettől féltek, hogy de sötét van. Igen. És mondtuk, hogy nincs sötét. Tehát városba éltünk előtte mind a kettő. Ami nagyon városi gyerek. Én budapesti vagyok, tehát ki sem mozdul, illetve hát remete szőlősön laktunk. De, hát, de semmi közvilágítás, semmi. Tehát itt tényleg nincs. Mert a csillagok bármilyen hihetetlen fényt adnak. A hold az mintha nappal lenne. Az árnyékodat látod. Igen. Az árnyékodat látod. És fönn vagyunk, fönn vagyunk, és ugye itt nagyon-nagyon tiszta a levegő. Igen. És ez nagyon fontos. Tényleg itt tényleg kristály tiszta a levegő. Tehát itt negyed holdnál, nem teli holdnál, itt negyed holdnál ellátok a környéken. Ugye nincs fényszennyezés. Van egy-két sötétebb éjszaka, amikor az órunkig nem látunk, amikor leereszkedik egy felhő,
hogyha ez éjszaka van, akkor nem látunk, de ez meg külön buli, hogy nem látunk semmit. Egyébként tényleg van abban valami, ahogy ti itt beszéltek erről, hogy én is azt érzem, hogy mindjárt fejvom a férjem, hogy kezdjük el a Google Earth házat nézni, mert egyszerűen mehetnékem van. Tehát, hogy kérdezted, hogy vajon miért rohamoztak meg titeket. Ja. De olyan természetesnek tűnik, hogy az embernek ilyen környezetben is így kell élnie, nem a városban. Nagyon-nagyon elvágyódik az ember, és jó látni azt, hogy a helyeteken vagy megtaláltátok azt, amit az ember keres, nem csak ti, az emberek többsége ezt keresi, és szerintem ez a sikereteknek a titka. Férjem nézte ő is ezt a videót, sőt, azt hiszem ő hívta fel rátok az én figyelmemet, és azóta is, hogyha Eszter kitesz egy új posztot, én mindig esti meseként azt felolvasom. Na, és akkor most mondtam neki, hogy végre interjú. Kérdeztem, hogy mi az, amit megkérdeznél Eszteréktől, és azt mondta, hogy azt, hogy lehet-e hallani a légyzőm mögé, és most csak azért ott teszem, hogy mondtad, hogy éjszaka kiszállt, és néztem rá, hogy ez tényleg ezt szeretnéd, hogy föltegyem ezt a kérdést, de akkor most megkérdezem, tehát, hogy tényleg ilyen csend van? Nem a légyzőm mögé, és a gilisztát lehet hallani. Hogyha nem nyomja el a béka brekegést, vagy a nem te, tudom, még modern, nem csend te. Van. Én hangmérnök voltam, mondd meg neki, hogy ha én azt mondom, hogy csönd van, akkor csönd van. Akkor csönd. Igen. Tényleg, hihetetlen csönd. De úgy van csönd, hogy ugyanakkor megzajlik az élet. Tehát úgy mondom, hogy ember csönd van, és ezáltal utána minden felerősödik, ami viszont számunkra szokatlan volt, tehát hogy nem is tudom, hány éjszakát töltöttünk, úgyhogy füleltünk, ez milyen hang volt, az milyen hang volt, mert ismeretlen természethangok, állatok, madarak, és még nem tudjuk, hogy akár a szél hangja például. Hát nem tűnik föl a városban az, hogy milyen a szél hangja. Tényleg énekel, hogy zenél. Tehát, hogy az itt, ahol egyébként meg nincs mellékszálon valami gépies zaj, ami lehetne mondjuk akár egy villanyvezetéknek a rezonálása, és az itt nincs. De minden van, tehát bogarak zümmögése, meg az állatok hangjai. Van egy róka, amelyik mindegyik este bejelentkezik már a Szembehegyről a kutyáinkhoz. Azok válaszolnak, és akkor egyre közelebb jön a róka. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi itt úgy élünk, mint a remeték. Tehát, hogy itt semmi nincs azért. Itt az országút tőlünk, hát országút, igen, országút, meg két falu közötti út, az itt van 500 méterre. Tehát itt azért napközben van forgalom, most jó, hát a napközbeni forgalom az elmegy 10 darab autó körülbelül. Meg sok biciklis. És irtózatos mennyiségű biciklis. Tehát bárki Spanyolországba akar költözni, akkor azt mindenféleképpen javasoljuk, hogy ide olyan ember költözön, aki türelmes. Igen. Aki türelmes. Nem toljuk le a biciklist, és egész Spanyol, illetve nem tudom, hogy Spanyolországban, hogy de ez a környék, ez ilyen biciklimánia. Mindenki biciklizik. Hát a hegyek miatt. A hegyek miatt leföl állandóan. Ez a tehát sport. Nagyon sok biciklis, nagyon sok turista van, mert itt van egy valami diadalív. Igen, ilyen természetes diadalív, az egyik, nagyon egy híres, más van, de és bejárják. De turisták, tehát nem arról szól, hogy Jézusom, mi nem látunk itt senkit. Sokkal több emberrel találkozunk itt, mondjuk egy nap, mint nem tudom, otthon Budapest szélén, nem tudom mennyi idő alatt, tehát egy hónap alatt körülbelül, mert hogy mindig van valami, jön reggel az egyik szomszéd bácsi traktorral, megáll füligérő szája, bedudál, ha nem vagyunk éppként, csak azért, hogy köszönhessen, megy a dolgára. Tehát, hogy így figyelünk egymásra, mindenki figyel a másikra, tehát én nem tudom, én imádom. Szóval csönd van. Úgy egyébként meg csönd van. Igen. Azt jól értem, hogy ti úgy költöztetek el, hogy mindent felszámoltatok itthon. Értem, hogy ez ilyen végzetszerű, hogy rátaláltatok a házra, és amúgy is minden stimmel, de hogy mi van, hogyha mégis itt idővel kiderül, hogy hát olyan iszonyú honvágyatok van, vagy bármi miatt ti haza szeretnétek költözni, ezt hogy oldanátok meg, vagy erre gondoltatok egyáltalán? Persze.
gondoltunk, tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem felelőtlenül vágtunk bele, és éppen ezért szerintem ez egy fontos momentum is, hogy mi úgy vagyunk vele, hogyha valamit kipróbálunk, azt próbáljuk meg teljességgel. Eleve az anyagiak nem is tették lehetővé azt, hogy mondjuk otthon megtartsunk valami biztonsági hálót, de hogy mi úgy ítéltük meg, hogy nem is kell biztonsági háló, hiszen akkor ilyen félig meddig leszünk. Tehát egy pici részünk az folyamatosan kapaszkodik abba a biztonsági hálóba vagy kötélbe, és így viszont ez a teljesség, amit így megélhetünk ezáltal, viszont egy ilyen döntés nem jelent végletességet. Nekünk ez számunkra nagyon fontos, hogy mi így gondolkozunk, hogy kipróbálni azt teljességgel, de abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy hú, figyú, ez nem az, valamelyikünk. Abban a pillanatban lehet lépni, el lehet adni, ezt ugyanúgy otthon is mi így éltük, hogy kipróbálni csak úgy tudjuk, hogyha belelépünk, viszont lehet utána azt mondani, hogy ez nem az. És akkor utána nézzük meg, hogy akkor mi az. Ugye minden egyes nem azzal közelebb kerülünk ahhoz, ami minket tényleg boldoggá tesz. Úgyhogy mi mindig azt mondjuk, hogy jelenleg nekünk ez a csúcsboldogság, de nem tudjuk, hogy mi lesz majd egy év múlva, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva. És az, hogy mi megvettük ezt a házat, az nem jelenti azt, hogy mondjuk itt fogjuk az életünket leélni, mert lehet, hogy nem tudom, pár év múlva azt mondjuk, hogy hát még próbáljuk ki magunkat még egy másik helyzetben. Most ez így nehezen elképzelhető, de hogy így, nincs végletesség. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.